Köszöntöm a kedves nézőket! Négy szemközt című műsorunkkal ezúttal nem a stúdióból, hanem a polgármesteri irodából jelentkezünk, és értelemszerűen a mai vendégem Témészáros András, érmegyei város polgármestere. Üdvözlök mindenkit! Üdvözlöm, polgármester úr! A 2013-as év, mondhatjuk azt, hogy mérföldkő volt Érd életében, és akár az elmúlt évszázadot is tekinthetjük ebből a szempontból, hiszen számtalan dolog megvalósult, és itt rögtön beszélgetésünk elején két dolgot mindenképpen hangsúlyozni kell, ez pedig a csatornázás, illetve a sportcsarnok és az úszoda kérdése. Hát ezek mind-mind megvalósultak az idejében, természetesen más dolgokról is beszélünk, de talán a csatornázással kezdjük. Miért olyan jelentős Érd életében ez a projekt? Ugye, amikor elindult ez a projekt, úgy apostrofáltuk, hogy az évszázad beruházása Érd tekintetében természetesen. Egyébként is az ország legnagyobb csatorna beruházása volt, ami most folyamatban volt az elmúlt 2-3 esztendőben, és 2011-ben, amikor elindultak a kivitelezési munkák, akkor is tudtuk, hogy hatalmas munka lesz, de most így, ahogy a vége felé járunk, most már tényleg magunk is megtapasztalhattuk, hogy irtózatosan nagy munka volt. Köszönet illeti a kivitelezőket természetesen, köszönet illeti a tervezőket, mindazokat, akik a pályázaton dolgoztak, a hivatal munkatársait, de a legnagyobb köszönet mégis azt gondolom, hogy a lakókat, az itt élő embereket illeti, hiszen az ő önerejük tette lehetővé, hogy egyáltalán megnyerhettük ezt a pályázatot, valamint a két-két és fél év türelme tette lehetővé, hogy meg is valósulhasson ez a pályázat, és azt mondhassuk most 2013 végén, hogy igen, ez végül is egy nagyon eredményes esztendő volt. Én úgy érzem, hogy talán még nem is látjuk mindazt a hasznot, mindazt a jó eredményt, amit a csatornázáshoz. Mert természetesen a környezetvédelem tekintetéből is megnézhetjük, és akkor az látszik, hogy már most nem egy 3 millió köbméteres szennyvíztavon fekszik a város, hanem szép lassan, hogy az emberek rákötnek a csatorna hálózatra, ez fel fog tisztulni, fel fognak tisztulni a kutak, fel fognak tisztulni a források, fel fog tisztulni a talaj. Természetesen. De kényelmi szempontból is nagyon fontos, hiszen nem mindegy, hogy a szippantóra kell-e várni, jóval drágábban szippantani a szennyvizet, vagy pedig egy nagyon kényelmes, szinte észre se vehető folyamat során megszabadulunk a szennyvíztől, eljut a szennyvíztisztítóba, hiszen az is megépült 15.500 köbméter per napos kapacitással, majd pedig tisztítottan a Duna fősodrába továbbítjuk a tisztított vizet. Tehát ebből a szempontból, az életminőség szempontjából is nagyon fontos. És nagyon fontos a város jövője szempontjából, hiszen a városnak egy kitörési pontja a munkahelyek teremtése. Beruházások, munkahelyek pedig csak úgy teremtődhetnek, hogyha az itt beruházó cégeknek, vállalkozásoknak, termelő vagy kereskedelmi egységeknek van hová elvezetni a szennyvizet, van hová elvezetni azt a szennyezett nagy mennyiségű vizet, amit ugye ők felhasználnak. És erre élő példa is volt, hogy jöttek már ide beruházók, próbáltak már itt régebben is elindulni. Sajnos nem tudtunk nekik vizet, még tudtunk nekik biztosítani, de a szennyvíz kapacitásnak, illetve a szennyvíz tisztítónak a lehetőségei nem engedték meg, hogy a továbbiakban valóban komolyan gondolják, hogy ide letelepednek. Én azt remélem, hogy ez is egy nagyon fontos változás lesz az életünkben, hiszen ha és amennyiben le tudnak telepedni a nagy vállalkozások, meg tudják itt teremteni a saját telephelyéket, meg tudják itt valósítani azt, amit szeretnének. Az Érd városának nem csak az iparűzési adón keresztüli plusz hasznot hoz és plusz lehetőségeket teremt, hanem az embereknek sem kell beutazni Pestre. Nagyon sok munkahelyet kell itt létrehozni az elkövetkező 5-10 esztendőbe, annak érdekében, hogy valóban egy nagyon komoly és terveink szerint, elképzeléseink szerint durván 90 000-es város legyen a végén ez a megyei város. Mekkora értékű ez a pályázat, illetve ez a beruházás? Azért ez is egészen jelentős. Hát, mint ahogy az előbb mondtam, a legnagyobb beruházás volt fizikailag is, 250 km fő gerincvezetéket fektettünk le, és hogyha az összes hálózati elemet összeszámoljuk, akkor durván 500 km-nyi csövet fektettünk le két esztendő alatt a város területén. A pénz értéke pedig, amiért ezt ugye megcsináltuk, az 31,4 milliárd forint volt. Ebből durván 5,5 milliárd forint az az önerő, amit a lakosok a 250 000 forintos úgynevezett érdekeltségi hozzájárulással összeadtak, a többi pedig Európai Uniós, illetve állami támogatásként nyerte meg a település. De ha
azt tekintjük, hogy egyéb más pályázatokat is nyertünk, akkor el lehet mondani, hogy az elmúlt 7-8 esztendőben durván 40-42 milliárdos pályázati pénzt tudtunk idehozni a városban. Mi ezt szeretnénk majd 2014-től is folytatni, ha nem is ilyen mértékben, de azért a nagyságrendet nem szeretnénk lekisebbíteni, tehát ilyen 10 milliárdos értékben szeretnénk a továbbiakban is pályázati pénzből megoldani a városfejlesztési problémáit. A csatornázás környezetvédelmi szempontból is jelentős, és jelentős itt a projekt útépítés szempontjából is. Az elmúlt évben, vagyis ebben az évben, 2013-ban talán soha nem látott mértékben épültek új utak a városban. Mégis milyen hosszan? Hát szeretném hangsúlyozni, hogy ez csatornázási projekt volt. Tehát az volt a fő cél. Sem a felszíni vízelvezetés, bár felszíni vízelvezetési problémákat is megoldottunk, sem pedig az útépítés, mint fő cél nem jelent meg ebben a projektben. Ennek ellenére el lehet mondani, meg el is kell mondani, hogy soha ennyi utat nem építettünk, soha ennyi utat nem javítottunk föl. Hát önmagában az, hogy lényegében a város egész területe föl volt túrva, majd ezt helyre kellett állítani, tehát most jelen pillanatban azt tapasztalhatjuk, hogy ahol csatornáztak, ez pedig nagyon nagy területen folyt, ahol csatornáztak, ott mindenütt helyreállított utak vannak. És ennek a helyreállított utaknak egy része, körülbelül a 15-20%-a pedig aszfaltos vagy martaszfaltos minőségbe készült el, és én azt gondolom, hogy ez a 40-45 kilométernyi útszakasz, ez bizony egy hatalmas teljesítmény, és nagyon örülök, hogy ezt is sikerült megoldani. Rákötési engedélyeket tekintve jelen pillanatban hogyan áll a város, illetve a lakosság, milyen mértékben vehette már ezeket kézhez? Hát Érden 17 ezer valahány száz ingatlant érintenek a rákötési engedélyek, Tárnokon, illetve Diósdon cirka 3000-3000. Az érdi ingatlan tulajdonosok közül 4000 már megkapta a rákötési engedélyt, és az a tervünk, hogy a többi 13000 valahány száz is december végéig megkapja a rákötési engedélyeket, és ilyen módon a jövő tavasszal a rákötések is igen nagy számban meg tudnak valósulni. És a csatornázás mellett pedig egy másik projektről beszélgetésünk legelején már említettem, ez pedig a sportcsarnok és az úszoda kérdése, és hát ez most már látszik, hogy az idejével megoldódott, hiszen júliusban birtokba vette a város az intézményt. Hát igen, ez is egy nagy adósságunk volt. Volt itt egy rossz, félre sikerült úgynevezett PPP projekt, aminek a segítségével az elődeink 2006-ban fölépítettek egy úszodát, illetve egy sportcsarnokot, egy teljes komplexumot. Az úszodával, illetve a sportcsarnokkal nem is volt semmi bajunk, az árával, illetve azokkal a körülményekkel, azokkal az úgynevezett piaci körülményekkel volt problémánk, amik közé ez bekeveredett. A magunk részéről nem is vettük át egészen az idei év közepéig. Az idei év közepén mégis át kellett vegyük, illetve meg tudtunk úgy egyezni a tulajdonos bankkal, hogy remény volt arra, hogy a vételárat, ami 2,6 milliárdról lecsökkent 1,3 milliárdra, ki fogjuk tudni fizetni, hiszen egy nagyon erős úgynevezett TAO-s pályázatot nyert az Érdi Sport Kft., aminek a segítségével reményünk van arra, hogy rövidesen tisztázzuk a tulajdonjogi kérdéseket, és valóban teljes mértékben 100%-ban érdi tulajdonba kerül a sportcsarnok. Azért mondom, hogy érdi tulajdonban, mert nem az érdi önkormányzaté lesz 100%-osan, hanem a 100%-os tulajdonban lévő érdi sport Kft.-nek lesz benne tulajdon része, és nagy valószínűség szerint a többségi része pedig az érdváros önkormányzaté lesz az ingatlannak. Tavaly 2012. augusztus 9-én Londonban, a londoni olimpián jelentette be a kézilabda szövetség, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnöksége, hogy itt szeretnék rendezni az U19-es férfi világbajnokságot, kézilabda világbajnokságot. Mi akkor elvállaltuk ezt a lehetőséget, fölvállaltuk ezt a történetet. És én azt gondolom, hogy sikeresen meg is tudtuk Budaörssel közösen rendezni, hiszen a budaörsi sportcsarnokban és az érdi sportcsarnokban játszottak a férfi világbajnokságnak az eseményei, és én úgy érzem, hogy nagyon jól debütált a sportcsarnok. Egyrészt szerencsénk is volt vele, hiszen nagyon kevés olyan csarnok van, amely rögtön egy világbajnoksággal tud megnyílni, rögtön egy világbajnoksággal tud bemutatkozni, valamint minden kritika, tehát akár a nézőktől, akár a szurkolóktól, akár a csapatoktól, akár pedig a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek az elnökségétől jött, minden kritika
azt kell mondjam, hogy nagyon magas színvonalon ítélte a rendezést, a rendezés minőségét, és mi ezért voltunk felelősek, nem a játékért természetesen. Bár én nagyon sok meccsen kint voltam, és nekem a játék is nagyon tetszett, tehát színvonalasan kézilabdáztak a 24 országból ide került fiatal emberek, fiatal férfiak. A sportcsarnok kérdése a mostani napokban dőlt el. Egyértelművé vált, hogy meg tudjuk szerezni a forrásokat a vételárhoz, a vételár hátra lévő részéhez. Egyértelművé vált, hogy ezt a sportcsarnokot az érdiek örömére, az érdiek hasznára üzemeltetni akarjuk és üzemeltetni fogjuk. Úgyhogy az idei év végén már az uszoda is, nem csak a sportcsarnok része, hanem az uszoda része is megnyitásra kerül, úgynevezett terheléses próbaüzem lesz. December 27-től 30-áig mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel várnak az üzemeltetők, hogy jöjjenek el az uszodába, próbálják ki az uszodát. Jelen pillanatban egyfajta regisztrációhoz kötjük ezt a látogatást, az interneten lehet regisztrálni, hiszen a terhelés és próbaüzemnek normatívája, szabálya és egyebei vannak. Egyszerűen 40-50 ember lehet bent az épület részben, valamint egy-egy fő számára 2 óra időt tudunk biztosítani, mert azt reméljük, hogy nagyon sok lesz az érdeklődés, ezért így be kell osztani egy kicsit a rendelkezésre álló vízfelületet, meg a rendelkezésre álló intervallumot, de nagyon reméljük, hogy januártól, februártól pedig már üzemszerűen, nem próbaüzem, hanem üzemszerűen fog tudni működni az uszoda is. Én azt hiszem, hogy ezt a fajta adóságot is sikerült az elmúlt 3-4 esztendőben megoldanunk, és azt gondolom, hogy erre is büszkék lehetnek az érdiek, hogy ez is meg tudott valósulni. Pályázati pénzek terén beszélhetünk az ivóvízhálózat rekonstrukciójáról is, hiszen a svájci lapnak köszönhetően ez a munka is elkezdődhetett a városban. Ez mekkora értékű pályázat volt, illetve milyen munkálatokat jelent ez, akár jelen pillanatban ez is? Ez egy durván 1,5 milliárd forint értékű pályázat, és 3 részre oszlik a pályázatnak a pénzeszközei. Az egyik az, ami magának a hálózatnak a felújítása és a vízveszteség elkerülése érdekében vett fizikai munka, tehát nagyon sok helyen újból és újból föl kell túrni a földet ahhoz, hogy az elavult infrastruktúra megvalósulhasson és megjavulhasson. Leglényegesebb pontjai ebben magának a szivattyú telepnek a felújítása és a szivattyú telep kapacitásának a felerősítése. A másik nagyon lényeges eleme a kivitelezési munkának az úgynevezett főnyomó csöveknek, a 600 mm-es csöveknek a cseréje. Ezek 50-60 évvel, vagy akár 70 évvel ezelőtt kerültek a földbe, általában eternit csövek, amik előregettek az idő múlásával, egyre bizonytalanból szállították a vizet, illetve egyre több csőtörés volt, egyre több vízveszteség volt. Volt olyan esztendők, amikor 38%-os volt a vízveszteség mennyisége, ahhoz képest, amit ugye elhasználtunk igazából. Ezeknek a csöveknek a teljes cseréje sorra fog kerülni, és ez a 1,5 milliárd forint, amit durván ekkora ez a pályázat, ami rendelkezésünkre, ez még lehetővé teszi azt is, hogy egy teljesen az irányítás technológiát is digitalizáljuk, egy számítás technikai rendszernek a segítségével, egy jóval pontosabb, jóval fixebb irányítás technika fog a gépházba is, illetve a különböző telephelyeken beépülni, valamint magának az egész irányításnak egyfajta 21. századi átszervezése, ez az a 3 téma, ez az a 3 tétel, amivel teljesen megújul a vízhálózatunk. És én nagyon remélem, hogy ennek eredményeként valóban megteremtjük annak az alapját, hogy a rezsicsökkentési politika is egyértelműen fenntartható legyen a jövőben is, ne legyenek olyan vízveszteségek, tehát a 38% az irtózatos nagy vízmennyiség, amikor tudjuk, hogy évente az érdi lakók durván 2,5 millió köbméter vizet használnak el, akkor tudjuk, hogy annak a 38%-a irtózatosan sok, és ezt valakinek ki kellett fizetni, tehát a fogyasztó fizette ki eddig is. Ha ezt meg tudjuk takarítani, akkor úgy érzem, hogy nagyon meg lesz alapozva, és meg lesz a fedezet arra, hogy a rezsicsökkentési politikai térden nyugodtan folytatódhasson a későbbiekben is. A rezsicsökkentési politikáról is akkor beszéljünk. Elkezdődött Érden, ez idáig milyen mértékben és hogyan valósult meg? Hát a szemétszállításnál egyértelműen megvalósult olyannyira, hogy amikor az Áza leányvállalata, az Értkom, mint egy végelszámolás alá került, akkor nem újabb pályázatot írtunk ki, hanem létrehoztuk Tárnokkal, Diósdal közösen a saját
önkormányzati tulajdonban lévő cégünket, és ez a cég szállít, az Érdés térsége hulladékkezelő gazdasági társaság, KFT, ez szállítja most már Tárnokon, Diósdon, Érden a szemetet, és nagyon remélem, hogy ez a későbbiekben is így lesz. A szemét vagy hulladékkezelési politikának az alapjait is szeretnénk teljesen, hogy mondjam, átfogalmazni, átírni, ennek érdekében egy durván 1,2 milliárd forintos pályázatot nyújtottunk be az elmúlt időszakban, most lassan már várjuk ennek az eredményét, remélem, hogy pozitív lesz, hiszen egy olyan hulladékkezelési telepet, egy olyan hulladékkezelési üzemet szeretnék létrehozni, amely lehetővé teszi a valóban szoros gazdálkodást, lehetővé teszi a mostani modern eszközöknek a használatát, és lehetővé teszi ezen keresztül azt a fajta rezsicsökkentési politikát megvalósítani, ami a kormánynak is és az önkormányzatnak is kifejezett szándéka. Egyébként ezt tapasztaljuk külföldön is, hogy egyre inkább az úgynevezett közszolgáltató cégeket a nagy önkormányzatok visszaveszik, visszavásárolják, és a piacot mindegy ebből kizárva, lényegében csak a fenntartási, illetve a fejlesztési pénzekre igénytartva non-profit társaságok működtetik, most már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is ezeket a cégeket egyre inkább. Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy a szemétszállítási politikának, illetve a hulladékkezelési politikának még elég nagy a tartaléka. Természetesen mi a fejlesztéseket önkormányzati saját pénzből nem tudjuk megelőlegezni, de reméljük, hogy ahogy eddig is voltak ehhez kapcsolódó pályázatok, az úgynevezett geopos pályázatok, a jövőben is lesznek, és ezeken a pályázatokon mi a magunk részéről, mint ahogy idén is megtettük, el fogunk indulni és meg fogjuk szerezni azokat a pénzeket, amelyen lehetővé válik majd a 21. századi hulladékpolitikának a megvalósítása, illetve lehetővé válik az, hogy ez pedig ne sújtsa az itt élő embereket, ne sújtsa az ő pénztárcájukat. Az új uniós költségvetés 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozik, és ez nagyjából azért a helyi szinten is igazodik a város, és erre vonatkozóan van gazdasági stratégia, úgyhogy beszéljünk erről a következő időszakról, és talán itt említhetjük az ódafejlesztést. Ez a folyamat már 2007-ben elindult, azóta minden évben bővültek az óvodák. A 2013-as év például ilyen szempontból hogyan zárult, és milyen elképzelések vannak a jövőre nézve? Hát én azt hiszem, hogy a 2014-es 20-as éveket nem lehet teljesen kiragadni a 2006-13-ig tartó évekből, és egy-egy folyamatot kell nekünk folyamatosan, illetve végigvinni, és ez a folyamat valóban, hogy ilyenfajta közszolgáltatás, mint az iskola, oktatásügy, óvodaügy, ez továbbra is bárki is üzemelteti, bárki is csinálja, mindenféleképpen az önkormányzat felelőssége maradt. Hála Istennek az érdi átlag életkor 34 és 35 év közötti átlag életkor van, az lehetővé teszi, hogy valóban gondoskodhassunk a gyerekekről, és gondoskodhassunk a sok-sok kisgyermekről. Az óvoda politikában talán azt tudnám elmondani, hogy míg 2006-ig, illetve 2007-ig, 16 éven keresztül nem volt óvodai férőhely bővítés, mi rögtön 2007-ben elkezdtük, és abban az évben, illetve 2008-ban mintegy 135 férőhelyet tudtunk létrehozni. Továbbiban is az a tény és az a valóság, hogy fejleszteni igazából az önkormányzat, Érdemegyei Jogú Város önkormányzata pályázati pénzből tud. De hála Istennek ezek a pénzek rendelkezésre állnak is, hiszen az idei évben, tavaly évben nyertük meg magát a 200 millió forintos pályázatot, ami óvodaépítésre, óvodabővítésre szólt, és az idejében már az egyik óvodát át is adtuk, a Kutyavári utcai óvodának a bővítése történt meg, és mintegy 5 csoporttal több gyermek tud most oda járni, 5 csoport pedig 121 gyermek. Folyamatban van egy óvodának az építése, ugye most a téli időjárás alatt megállítottuk magát az építkezés, de a belső munkák azért tudnak folyni, és jövő szeptembertől másik 8 csoport a óvodát fogunk tudni átadni a Gyula utcai óvodában. Az is egy bővítés, egy nagyon rossz körülmények között lévő óvodának a teljes újjáépítése és teljes felújítása, és én azt gondolom, hogy azt hiszem, hogyha ezt a fajta politikát a óvodások tekintetében tudjuk folytatni, akkor egyre kevesebb lesz az olyan szülő, akit el kell utasítanunk valami oknál fogva, mert kevés a férőhely. Látni kell, hogy a város nagyon gyorsan bővül. Elmúlt időszakban, ha 1990-et a rendszerváltás időpontját nézzük, ahhoz képest durván
25 ezer ember költözött be a városba. Az minden évben azt jelenti, hogy 1000-1200 új lakója van a városunknak, és ez az 1000-1200 lakó természetesen a fiatalabbok közül, a dinamikus emberek közül jön, hiszen Budapestről költöznek ki, vagy vidékről költöznek fel ide Budapest közelébe, és ezek az emberek természetesen hozzák magukkal az iskoláskorú, vagy adott esetben óvodáskorú gyermekeit. Nagyon nehéz magát ezt a fajta intézményi infrastruktúrát pótolni, de reményünk van arra, hogy a jövő esztendőben is lesznek ilyen pályázatok. Mi a magunk részéről minden pályázaton természetesen indulunk, és minden pályázatot megpróbálunk úgy megfogalmazni és úgy megírni, hogy az nyertesek közé tartozzon. Egyébként tavaly előtt volt egy ilyen kimutatása, a HVG készített a Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatosan a statisztikát, és lényegében azt kell mondjam, hogy az egyik összehasonlításban mi voltunk az élen, az egyfőre jutó megszerzett pályázati pénzek tekintetében ott voltunk az élen. Remélem, hogy 2014-től 2020-ig hasonló szinten fogjuk tudni tartani a pályázati munkánkat. Utak és felszíni víz elvezetésében lehet-e erről a lépés a jövőben, a következő 7 évben? Hát ez is a 2014-től 20-as éveknek kell, hogy legyen a fejlesztési célja, és reméljük, hogy meg is fogjuk tudni ezt csinálni, hiszen Érd megyei városban nagyon sokan a jelen pillanatban is a fővárosban dolgoznak. Egyfajta kitörési lehetőségünk az, hogyha úgynevezett munkahelyteremtő politikát folytatunk. Na de ehhez a helyi közlekedést meg kell javítani. A helyi közlekedéshez meg természetesen helyi utak kellenek, mert ennélkül ez nem működik. És én azt gondolom, hogy ezeket az összefüggéseket, ha átgondoljuk, akkor valóban a jövő évtől kezdve, 2014-től, és ezt a gazdaságfejlesztési programunkba bele is fogalmaztuk, az úgynevezett Battyányi programba, a jövő évtől valóban arra kell koncentrálnunk, hogy egyrészt a felszíni víz elvezetésnek a problémáit megoldjuk, mert ugye a felszíni vizet nem vezetjük el, akkor az utakat hiába építjük, mert nagyon gyorsan tönkre mennek. Másrészt pedig a közlekedés politikának kiteljesítése érdekében, a helyi közlekedés megvalósítása érdekében a helyi utakat is meg kell építeni. Ez, ha pénzügyi szempontból nézzük, mind a 2 milliárdokba kerül. Tehát az útépítés az durván egy ugyanakkora pályázati pénzre volna szükség, mint amit a csatornánál felhasználtunk, tehát ilyen 20-30, akár 40 milliárdos összegről kell, hogy beszéljünk, hogy valóban mindenütt meg tudjuk építeni az utakat. A felszíni vízelvezetés is eléri, ha jó minőségben és egyértelműen ilyen radikális változást akarunk elérni, mint a csatornázottság tekintetében, a felszíni vízelvezetési problémáknak a megoldása is eléri a 6-8 milliárd forintot. Tehát ha és amennyiben a pályázati technikánk sikerül, már pedig miért ne sikerülne, ha eddig ezt meg tudtuk valósítani, akkor a elkövetkezendő 7 esztendőre is egy ilyen 40-50 milliárd forintos összegre van szükség, annak érdekében, hogy az úgynevezett kommunális infrastruktúra a városban valóban egy megyei jogú város szintjére jusson. De természetesen ezen felül az iskolánk, oktatáspolitikánkat is végig kell újból gondolni, hiszen az érdi diákok, körülbelül 700 fő érdi diák befejezi mindig a 8. általános iskolát, a 8. általános osztályt, és ettől kezdve középiskolára van szükség. Egy nagyon sikeres középiskolai fejlesztésünk volt a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium létrehozása, hiszen az addigi általános iskolából már egy iskola, általános iskola, illetve gimnázium, egy 4-osztályos gimnáziumra tért rá, és én azt gondolom, hogy mind a Bójainál, mind a Török-Bálint úton lévő Teleki Sámor általános iskolánál, illetve végig lehet gondolni az Érdigeti általános iskolát, valamint a Kőrösi Csoma Sándort is, mind az általános iskolánkban ebben kellene gondolkodni, hiszen ez itt tartja a gyerekeket, lehetővé teszi, hogy tervezhetően járjanak a gyermekek iskolába, lehetővé teszi, hogy a gyermekek ne ide-oda, amoda Budapestre, Szászhalombattára sorolhatnám, hogy hova kényszerülnek, ha középiskolai oktatásba akarnak részt venni, tovább tanulni, itt érdemes lehessen ezt megoldani. Én azt gondolom, hogy ez minden szempontból, akár a közbiztonság szempontjából, akár a gyermekek tanulási lehetőségeinek a szempontjából, akár pedig a szülőknek a kényelmi szempontjából, hogy nem kell utaztatni a gyermekeket, minden szempontból egészséges. Az érdi általános és középiskolákat a Klébezbek Kúnó intézményfenntartó központ működteti és üzemelteti, de én úgy látom, hogy ők is nyitottak arra, hogy közösen a város, illetve a
Weber-Sberg Uno intézményfenntartó központ közösen beanyújtson pályázatokat, és a fejlesztéseket közösen végig gondolva, szakmai, illetve pénzügyi oldalról is természetesen együtt sikeresek lehetünk ebben a tekintetben is. Műsorunk nem sokára lejár, egy kérdés. Még a végére, a közbiztonság területén milyen előrelépések várhatók a jövőben? Hát az elmúlt években azért a térfigyelő kamerarendszer kiépült itt a városban, ennek várható el folytatása, ennek a bővítése? Mi azt tapasztaljuk, hogy ahol térfigyelő kamera van, és ez elterjed a bűnözők között, ott ugrásszerűen, azt kell mondjam, egyik pillanatra a másikra csökken a bűnözésnek az aránya, csökken a bűnözésnek a száma. Tehát a mi magunk részéről azt szeretnénk elérni 2014-től, és reméljük, hogy lesznek ilyen fejlesztési pénzek, hogy a térfigyelő kamera rendszert bővítsük. Az első szinten 2015-ben a most meglévő 26 kamerát másik 26 kamerával, tehát duplájára szeretnénk növelni a mennyiséget, majd pedig a területét is kiterjesztenénk a város majdnem egész területére, hogy mindenütt jelenjenek meg ezek a térfigyelő kamerák, mert ezeknek az eredménye, ez kézzelfogható és nagyon egyértelműen látható. Én azt hiszem, hogy mind az oktatás, hogy mind az egészségügy, ahol az elmúlt időszakban elég komoly eredményeket értünk el, hiszen három orvosi rendelőn kívül mindegyik megújult, házi orvosi rendelőről beszélek, a szakorvosi rendelőintézet megújult, valamint az oktatásügyben is iskoláink újultak meg, óvoda tekintetében óvodáink bővültek, épültek, illetve megújultak. Ezekben a tekintetben tovább kell lépnünk, és továbbra is ugyanezt a fajta politikát folytatnunk kell ahhoz, hogy az itt élő emberek valóban érdet, mint egy virágzó kertváros tudják megélni, illetve ennek a létrehozásába jó kedvel tudjanak segíteni. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, és akkor engedjék meg, hogy így az év vége fele, egy ilyen beszámoló után mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket kívánjak. A jövő esztendőben különösen izgalmas évben lesz részünk, hiszen választások következnek, mind parlamenti, mind európai uniós, mind pedig önkormányzati választás. Én ehhez is mindenkinek nagyon sikeres és boldog új esztendőt kívánok. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztöt látták. Műsorunkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is. További kellemes szórakozást kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!